Sziasztok, szeretettel köszöntelek megint benneteket, egy nagyon egyszerű ételt hoztam megint nektek, pont azért, mert közel a húsvét, és ezt a maradék húsvéti sonkából is el lehet készíteni, elsősorban, de nem jelenti azt, hogy csak abból lehet. A babujásból, amit ma főztem, hagytam ki egy kis füstölt combot, és akkor egy kis paraszt sonkát tettem ide, aminek füstölt íze van, de ha ez nem lenne, akkor tennék hozzá egy nagyon kevés füstölt szalonnát. Az mindegy, hogy húsos vagy nem húsos, csak hogy egy kis füstös ízt adjon hozzá. Ezen kívül egy kis sima bolti sonkát hoztam hozzá, és ezt fogjuk összevágni, nem sok minden kell hozzá, nagyon hamar kész van, szerintem fogjátok szeretni, és akkor vágjunk bele. Az első, hogy tettem fel vizet forni, és akkor tudunk haladni tovább. Na, az a lényeg, hogy ezt kicsire felkockázom, de tetszés szerint. Ha forr a vízünk, egy kis kanál sót teszek bele, egy teáskanállal. Többet szerintem nem is fogok, mert a füstöltnek is lehet olyan íze, hogy a sóságát meghatározza. Egy fél kiló tésztával dolgozok. Ez most ilyen fodros kocka nekem. Ezt választottam. De ez lebbencs tészta is lehet, vagy házi gyúrt. Teljesen mindegy. Maradék tésztából is meg lehet oldani. Miközben fő a tésztánk, 4 darab tojást feltörök. Külön választom fehérjére, sárgájára. És közben muszáj, hogy elmondjam, mert álljunk már meg egy pillanatra, mert ez a tradicionális egyik verzió. A másik meg az, hogy van, amikor kerül az ember olyan helyzetbe, hogy éppen ez nincsen, és anélkül is én is kerültem már olyan helyzetbe a konyhán, hogy nem volt, és anélkül is fog működni. Ha nincs benne tojás, akkor így akarom mondani. Közben feltettem itt egy kis zsírt, de ez olaj is lehet, az teljesen mindegy. Ebbe át fogom sütögetni ezeket a finomságokat, ezt a sonkát. Ha nektek esetleg húsvéti sonkából maradt, amit nyilván felkockáztatok valószínűleg, azt is érdemes így átpirítani, de az úgy jobban szálasodik, képes, ha egy kicsit túlfőztétek meg főleg. Akinek ezzel problémája van, vagy nem tetszik neki, akkor az le is darálhatja a húsvéti sonkát, és akkor úgy dolgozhat vele. Miközben ez itt készül szépen, lassan nekünk, addig elkészítem a belevalót. Felverem a tojás fehérjét tényleg egy icipici csipet sóval, mert könnyebben felverődik. Nem sütemény lesz ebből, nem kell olyan nagyon kemény habbá verni, kézi habverővel is lehet vele dolgozni, de ha mégis gépit választotok, akkor először ehhez fogjatok már hozzá, mert ha a sárgájába teszitek először ezt a gépet, akkor el kellene mosogatni ezt, mert visszafogná a habképződést, hogyha a sárgájából merítenétek a fehérjébe. Na és akkor itt van nekem a tojás sárgájám, amiben én belenyomatok simán ehhez a mennyiséghez, mert ugye nem dolgozunk kétszer, tejfölt. Lehetne ebbe tejszín is, de én nem szoktam belőle hiányolni, szerintem tökéletes így is. Van egy másik fajta formája is, amiben szoktam tenni, de ez nem az, és így is tökéletes. Beletettem a megfelelő mennyiségű tejfölt, ami olyan 6-7 deci, mert én nagyon nem szeretem a száraz. Ez az egy problémám szokott vele lenni, hogy száraz, de így nem lesz az. Teszek rá borsot, egy nagyon-nagyon lapos evőkanál sót, de ezt tényleg nagyon finoman, főleg, hogyha nagyon füstölttel dolgoztok, és akkor indítom a gépet, összekavarjuk. Kifőtt a tészta, leszűrtem. Egy nagyon picike levet, egy körülbelül 1 decinyi, azt hagytam nem véletlenül, mert ez a tészta annyira fogja felfelé szívni a levet, hogy szeretném, hogyha nem lenne teljesen száraz. Nem főztem teljesen meg a tésztát. 10 perc lenne a fővés ideje, mondjuk ennek, amit én választottam forrástól, de csak 8 vagy 9 percig kell ilyenkor megfőzni, mert még úgyis a sütőbe betesszük. És akkor most jön az, hogy itt van a közben megsütött sonkánk. Az teljesen mindegy, hogy milyenünk van, mert mindegyikkel finom lesz. Beletesszük ezt a sárgájával összekevert tejfölt, amit megfűszereztünk, de még össze kell kóstolni majd az egészet. Azért mondtam, hogy csak óvatosan fűszerezzetek. Egy kavarás. Jó, mehet bele a tészta. Összekavarjuk az egészet. Már hűlt nekem a tészta egy kicsit egyébként. A tojás miatt szükség van erre, hogy egy pár percet várjunk vele, de sokat nem kell, mert úgyis összesül. Na látjátok, milyen jó szaftos még most is, vagy már. Még a fehérjét hozzá se kavartam. Egyébként tojássárgáját azért szoktunk beletenni, hogy aki csinált már tejfölös krumplis tésztát, vagy csak tejfölös tésztát, az tudja, hogy
olyan ikrás lesz, olyan kis pici darabkás lesz. Ez csak az állagán változtat, az ízén nem. Azért mondtam, hogy ezt ki lehet hagyni, mert egyébként az íze meg ugyanolyan finom lesz. Fehérjét hozzáteszem így felverve, összekavarjuk az egészet, ez egy kicsit lazít rajta, de mint ahogy mondtam, ez is elkerülhető, ha nem tesztek bele, ha nem jut, akkor is nem mondjatok le róla, én mindig arra tanítok mindenkit, hogy nem kell feladni, mindenből lehet jót kihozni, kis fantázia szükséges, mert a mindenből igen, lehet jót főzni, de szerintem az a nagy feladat, amikor valami kis híja van, kis pici aprólék, és akkor is tudunk jót csinálni, kis kreativitást beleviszünk, és akkor sikerülni fog. Nem az, hogy az azt mondta, és az csak úgy működik, nem. Működhet másképp is. Legyetek kreatívak, ne adjátok fel, mert nagyon sok jó megoldás van. Nem kell mindig ragaszkodni ahhoz, hogy az csak úgy lehet. Nem, a főzés nem erről szól, hanem a szabadságról. Na. És akkor most megkóstoltam. Nagyon pici sót még nekem igényel. Nem fogom leírni, hogy mennyi sót tegyetek bele, mert attól függ, hogy mennyire sós dolgokat használtok bele. Úgyhogy ízlés szerint használjátok, de az a lényeg, hogy ilyenkor, ha úgy látjátok, hogy nagyon-nagyon bőven szaftos, tehát nem csak kicsit meg, hogy éppen van rajta, ha bőven szaftos, mert ez úgyis fog beszívni ez a tészta még bőven, magába cuccot, na az akkor lesz finom, hogyha megsütjük közbe, bekapcsoltam a sütőt, és akkor 180 vagy 190 fokra be lehet tenni. Én ezt most egy kicsit kiolajoztam, zsemlemorzsával megszórtam, egyszerűen csak beleöntöm, látjátok mennyire tartalmasan szaftos most. Mert a tészta az képes háromszor annyi folyadékot felszívni, mint önmaga, hát ha nem még többet, de annyit mindenképp. Erre gondolni kell, és én nekem az a halálom, amikor ez a fajta tészta száraz, ezért szoktam így készíteni. Ha ilyenkor akartok nyugodtan sima sajtot, vagy füstölt sajtot tegyetek rá, én úgy gondolom, hogy régen nem tettek, de ha tettek, jó tették, én nem teszek erre. Én maradok a kis egyszerű verziónál, úgyhogy csak beteszem a sütőbe, és megsütjük. Akkor megsült, nézzétek milyen szép lett, alsó-felső sütésre tettem 180 fokra, nekem 40 percet igényelt, de a tetejét meg kell figyelgetni. Akinek olyan sütője van, akkor az tartalékon süsse már jó, nem maximális hőn, és a 40 perc sem mindenkinél annyi lesz, mert nekem most vastagabb ez a tepsi. Akinek nagyobb tepsibe kerül, az lehet, hogy 30 perc alatt is készen lehet, tehát a tetejét figyeljétek. 15 percet hagytam állni, nem tovább, mert már itt mindenki éhes, tehát még melegen szeretnénk elfogyasztani, úgyhogy nem érdekes, hogy hogy van kiszedve, vagy hogy lehet. Mi kiszedjük. Na látjátok? Amúgy egész jó ki lehetett szedni alakra, nem tudom, látjátok-e, hogy ez azért elég kis lájtos, tehát, hogy nem száraz, amúgy meg megkóstolom, mert olyan jó illata is van, szóval nagyon finom. Mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok ehhez a nagyon finom és egyszerű ételhez, puszilok most is mindenkit, szeretettel, sziasztok!